Jaj, Gyula, szia! Milyen vagy hallgatod? Igen. Jaj, de büszke vagyok én arra, gyerekek! Szeretnél a zeneit, Gyula? Persze, jó? Akkor jöttél? Nem tudsz nekem is egy telefont valamire kellene? Hú, nem tudok egy telefont. Adnál egy kicsit időt a telefon, mert a Misi Engel. Ja, tegnap megtok. A nézőség. Ki küldette? A nézőség. Ezért is küldetted ezt a telefon? Igen. Gyula, gyere már Gyula, egy picit. Hello, osztok. De tőle vettünk ezt a telefon, fiam. Gyere! De tőle vettél meg a telefon, Gyula! Gyere! A telefonom van? Nem! Állj, de nem tudom. Hogy fel egy telefonom? Emélyekkel nem mondta meg, ma azt mondta nekem, hogy a telefonomat elhagyta. Most közben nála volt el a telefon. Úgyhogy mennyit visszaadtál ért a fiam, mert visszaveszem tőle a telefon. Néni, én ki sem fizettem, megmondtam neki családi. Ideadja, azt mondta, hogy ideadta nekem családi. Akkor nem adtál neki pisztolyt? Én nem adtam egy... Anyád a vodzataposó, repett sarkú, szinte szájú marinéni! Mely most családi tanklékig adta oda? Ére figyelj, Gyula fiam, megmutatom neked ez az én telefonom. Adok én neki családi tanklékot mindjárt! Ah, még az idegtűnök. Nézd meg, itt vannak a fotók. Látod, én vagyok benne, fiam, végig. Úgyhogy én ezt a telefont nem adom neki. Azt a kutya keserbes! Labdaszedő Szűz Máriája! Hát jó van, én is meglepődöm. Hát tudom, én nem is bántalak egy tégére. Örülök, hogy erre jöttél az Isten küldő. Micsoda? De talán rájöttünk arra, hogy ti kezdtek. Pancser! Egy labdaszedőnek nézett bennünket. Nem veszem észre!